Nem, azt hiszem, hogy én nem látok, hogy bejövök ki, mert a jacska. Mi? Jó, milyen baj? Semmi, megkérdeztem, hogy alszol, mert kintről, hogy bejövök a napról, nem látok. Na, van valaki maradt, aki? Egyedül vagyok. Hallod, a jacska, arra kérlek, hogy mikor apád szabad napos, vagy mit, éjjel és itthon van, akkor adj nekem egy telefont, hogy tudjam, hogy ne jöjj. Mert tudod, milyen cirkuszt csináltam, amit sütöltek. Igen. Na, és neked nem hiányzik. Olyan beteg voltam én éjjel, attól a méregtől, hogy akkor inkább nem is. Most is alig indultam el hazulom, mert nem tudtam, hogy itthon van, nincs itthon. Életemben annyi káratkozás, tehetséges is. Mint akkor nem hallottam. Még akkor hallottam, amikor te felvetted. De most aztán biztos részeg volt. Igen. De hát nagyon csúnya viselkedett. És akkor nem volt elég az, hogy úgy kiabálts, szentséges káromkodott. Képzeld, most bevetettem a bukszába a kulcsomot. De akkor, ahogy tettem a virágot a vázába, oda vetettem a kicsi asztalra a kulcsot. És én ott felejtettem. Ha meg kellett térjek, mondjam, a Kuglin Bégyinél voltam, mondom, hogy jöjjek, visszavegyem már kulcsot, mert nem hazulról kell jöjjek el. De arra már itt bent volt. Hogy szentséget nagy. Hogy orvított mindegy. És én bejöttem, és meg is szólítottam, hogy ne cirkuszkod, ne kiabadj, ha rossz szület, mi lesz? És mit mondottak? Nem érdekli. Ne. Én azt hiszem, hogy direkt csinálja, meg gondolja, hogy meghal. De a Jóisten nem cigán. Jancsika. És lehet, hogy megtörténik ebből a hirtelen felmenjen a vérnyomása, és kap egy újabb agybérzés, de nem hal meg. Igen. Hanem még ennyire sereg. És akkor mit csináltak? Hát nem tudom. Hát mondd meg, akkor mit csináltak? Hát nem lehet, te így ha még foglalk lenni ilyen cirkusz, én lefilmezem, ahol eltettem a telefon, hogy filmezze, ha rosszul lesz, és akkor bírna a terén, akkor kihívom a megtört és a rendőrnöket. Kérem, nem jött ki a rendőrnök, nem jött ki. Jancsika nem jött ki. Na, mentő lehet kijön, de ágyba fekvődik. Segyet is jöti. Mert nehézség senkinek sem kell. Na, most vagy. Jövő héten éjjel dolgozik. Na hát akkor nem jövök ki. Esetleg, ha alszik, adsz egy telefon. Jó. Na, jó? És akkor lejövök, ha alszik. Jó. De ha nem jövök. Nekem nem jövök. Állunk a házba, én nem hiszem, hogy te hallottál volna egyszer az életbe káromkodás, vagy szentségelés, vagy kiabálás. És akkor mire való? És annak mamának az egész nyugdíját el akar venni, édesanyám, akkor csinálni takarítást fent az emeletre, hogy lássán az este mondta édesanyám, édesanyám, hogy akar csinálni takarítást fent az emeletre, hogy lássán rakni a holmikat, ez az. A milyen holmikat akar rakni? Hát igen, és így mondta nekem, hogy lehet, hogy felköltözök, akkor ezeket mondta nekem. Te vagy ő? Ő kötözik fel? Igen. Jó. Akkor, amikor az ővé lesz egyedül a ház. Igen. Igaz? Igen. Akkor járhat a szája. Mert neki abszolút itt semmilyen nincs. Ami van egy negyed rész, az az apád. Igen. Nem az anyád. És akkor mit vettesek? És azt is ma
pendant énaf szapámnak, hogy jó, hogy máshol vigyáznak egy beteg asztalra, így úgy, aztán rája írrassák a házat, a hagyom, így úgy, itten. Hallod, ő, mikor fel volt neki ajánlva kint az enkába a ház, mivel ő a kisebb, mi nem fogadta el? Hogy legyen házat? Igen. Hát mi nem fogadta? Ingyen adták volna haza. Ugye lajjék milyen szépen rendbe rakták. Igen. Na látod? Na. Á, Istenem, ne tudja az ember. Nem tudja. Se én, se ők, egyik sem. A jó Isten mindenkinek tart. Na, akkor itt volt Írus, ki tudja, hogy ő minket... Beszéltek ott. Nem kell, de nekem mondja. Nem kell mondani, ismerem Jus nénit is, ismerem anyádot is, apádot is, mindenki. És akkor, mikor neki kell valami, hogy adna pénzt, hogy vegyél valamit, miből fog, ha elveszik az egész nélkül? Hát én nem tudom. Hát de nem vehet ilyen, fiamcsika. Nem, nem, itt te nem szabad elvegyél. Hát nincs joga ez. Nincs sem. Én nem mondom, hogy ne vegyen le belőle. Kész. De hagyjon neki is. Mm-hmm. És nem így szögdösös hajtsa azt, hogy nagyanyád csak 200 lejt ad. Mert még veszed a 350-et, míg elvettek, az már 550. Igen. És akkor még 200 lejt. Hát, így van, Jancsika, vagy nem így van? Igen. Az 551, a 351 is utának. Igen. Mert az is neki ötöttől leti meg. Igen. És akkor mit jár a pofája, Karinci? Hát nem komolyan. Jó, és kérdezi tőlem a pap, hogy mikor nősült, mikor házasod, hát mondtam, hát én nem tudom, aztán én nem mondtam, hogy én nem tudom, hogy mikor fogalmam nincs, amikor akarják a szüleim, azt mondtam, hogy legyen apának dolga. Ezt mondta apa. Ki tudja, miket mondnak? Jancsika, honnan tudod tenni, hogy jár a pofátok? Mindenhol. Minden. Na jó. Fáj most valahol? Ne. Lábad fáj most? Nem fáj semmi. Hát már azt mondta, amikor itt voltam, hogy fáj a sarkod, a lábad. Már járod a közölhetek bejele. Mit mondja? De ilyen, hogy mi a baj a tégyen. Ja. Csak hallgatod, nem mondok senki egyet. Hát a legjobb, mert abból pletyka nem lesz. Igen. Így van, Jancsika. Ők ott fent pletykálnak, ahol dolgozik. Fognak, stagadnak, járópofájok. Hát én Jancsik eljövök ide, innen hazamegyek, és senkinek sem nem lesz. Igen, és... Na, és járó szája, hogy én plegykáltam. És azt mondja, amikor ott elvideltünk, azt mondja édesapám, édesanyámnak, hogy ő egy olyan embert ismer, hogy senki sincs, se barátja, se szülő, senki sincs, egyedül van. Na. És akkor ő ma hónap oda? Nem tudja. Szóval édesapám tökre akar tenni egészen. Igen. Jancsuk, amikor a Murka nekem idehoztál egy borítékot, hogy anyádnak a nevére jött. A
családnak, hogy ő saját magának fizeti a pencé privátet. De apádnak nem fizeti. Apádnak nem fizeti. Miért fizeti neki is? Hát nem tudom. Ne csak magára gondoljon az ember. Édesfélem, csak saját magára gondol, nem gondol senkinek. Hát mondom, hát apádnak a felesége együtt élnek annyi évek. Akkor nem kéne gondoljon rá. Kéne gondolni. Ez apátlanság játszik. Most a pénzt ő valahonnan kikezdte, hogy apád ne tudjon róla. Igen. Mert apád biztos nem tudja. Mert egész biztos nem mutatta meg a péket neki. Na, úgyhogy. A múlt héten szombaton, amikor házasodtak, a pontosan a kocsikkal mentek, úgy dudáltak, és azt mondja, hogy édesapámnak bolondulnak? Ők nem bolondultak, mikor megesküdtek, igaz? Nem. Na. Édesanyám azt tudta akarnak kihozni, hogy ő ne házassanak össze az emberek. Semmiért. Ő is akkor örvendett, hogy apád elveszte feleségét, mert nagyobb, mint apád egy évvel. Igen. Apád taknyos kölyök volt, hány éves volt, mikor megnősült? 19, valami ilyesmi. Olyasmi, olyasmi. És akkor mit szól meg? Hát Istenem, mi is voltunk fiatalok, mi is férhez mentünk, megesküdtünk, lett család, lett gyermek, és ez az élet rendje. Igen. Kész. Mindenkinek az Jóisten tartogat egy párt a számára. Igen. És kész, hogy ne éljél az élet ideget. Na, George. De hát ezt van, mit csináljunk? Na. Na jó. Másképp jól van, amit jó. Jó. Jó, és ezzel két-három héttel úgy mit tudom, hogy ott aludt, és nem tudom, hogy mi. És én, és kérdeztem a édesanyám, hogy milyen baj van, ami is mondanak, ma? Hogy súvad ki a világból. Azok? Hát ő azt szeretné, hogy már minél hamarabb menjen. Igen. Tudod, ezt szeretné. Na, de hát, Istenem. A jó Isten tudja, mikor kell véget vessen, mikor kell megelégedni, mert ez nem élhet. Nem. Annyi éve a hátrány. Igen, így szemed is kilódik. Úgyhogy. Nem csak egyedül van ilyen állapotban. Sokan vannak. Hát persze. Egyszer jöttem be a temetőből. Akkoriban sokat jártam ki, mert csinálták volt a sírt nagyvénének. És akkor mi kellett menjek. És ottan van két ház egy udvaron, és az egyik háznál egy ilyen fekér minekiba van, vagy csak volt, mert elvitték. Ki volt téve az udvarba, és benne ült egy asszony. Hát én nem tudtam, néztem, nem ismertem fel. Jövök kicsit lejjebb, és jön az asszonynak az ura. Hát én nem tudtam, hogy az ura. És na, köszön, sorgottam, és mondom, mondja, mint ugyan Giza, hogy ki van ott, ki téve, ahol a fekére ott az. Hát az én feleségem az. Nem tudom hány éve, hogy le van paralizálódva. Asszisztensnő volt a kórháznál. Azt mondja, de én minden nap kiteszem a levegőre. 2-3 órát délelőtt is, délután is. Akkor béviszem, azt mondja, kap ebédet. Pedig fel kellett menni a lépcsőre, vagy 3-4 lépet. Azt mondja, én minden nap kiteszem. Aztán meghalt. Na, de gondolta. Na, hát ne? Normális, igen, de ha
tudod fekélet volna, akkor milyen jó lesett volna, hogy kinden. Hát nem, és nálatok itt milyen könnyű, mert csak az a kicsi küszöbb van. Igen. És a bejárati ajtónál is, tehát nem kell ezt volna levinni a terasztról, csak a terasztra egy kicsit. Kapjon, ez nem levegő, ami bejön a szitánál. Ez nem levegő. Hm. Mondjuk éjjel egy kicsit lehűl a levegő, de na, itt nem érzel semmi levegő. Na, nem érzel sem. Úgyhogy. Ajaj, nem tudják még ők se, hogy mi vár. Honnan éljön a pap is, ami a lelkemben van, mindenek megmondok a papnak, már nem bír. És aztán mit fog mondani? Hát ott a mondjon, amit akarod én. Azt mondja, a pap nem lássa, hogy mivel. Lássa, hogy nem. Pontosan, jó, pontosan, amikor Okrádban voltam iskolában, volt egy pap, úgy hívják, hogy Mihály József. Uh-huh. És ottan árult el valami dolgokat, hogy miket tanultak ők, hogy még, ha valaki ír, mit tudom, mi az írások mondják, hogy milyen ember. Persze, aki tudja olvasni az írást, az megmondja. Például Jancsika, aki tudja, azt is kézfogás után megmondja, hogy milyen ember vagy. Csak kezet kell fogja. Azt már megmondja. Na, tehát vannak ilyen dolgok, csak az ember nem tudja. És azt is mondta, hogy a plébánián ült az asztalnál, és hirtelen megjelent egy kép neki, és látta a templomot az asztalnál, egy kép megjelent, és mit tudom, olyan, mint a tévé. De ilyen dolgokat mondott neki. Sok minden történik, amit az ember nem. De a papok mindent tudnak, mindent. Normális. Azt is tudnak, hogy az embernek a lelkévesbé látnak. Így van, ahogy egy kicsit úgy, mint a doktor. Szóval lehet, hogy milyen bajod van, s te akaratodon kívül kezded mondani. És ő már rögtön tudja, hogy te milyen bajod, milyen beteg. Igen. Na így van a pap is. Az is ismeri, mert annyi gyónást hallgatsz, minden marhaságot, mert tényleg annyi bűn van ezen a földön, hogy nagyon is. Na. De hát Isten, ott el mindenki megkapja. Mindenki. Előbb-utóbb megkapja. Mert élni nem élünk még a világ, mert ezt csak vége lesz. Igen. Csak nem mindegy, hogy. Igen. Nem mindegy, ahogy. Na. A tegnap előtt voltam, Ibi Perez mamáiknál. Na, oda rég nem jártál. Elküldött, hogy hozzak valami ízét, ilyen valami uborkát, és küldött kapulét, felvittem kaput én. Igen. Aztán szó került mindenről, minden, hogy a betegségekről, a halálról, aztán mindenről, így mondta, de ezt mama nekem, hogy a pap ezeket így mondja, hogy fel kell készülni, hogy. Normális, hát az jön. Hát úgy mondják, amikor te megszületsz, attól a naptól kezdve a halál mellettem
csak nem tudod, hogy mikor csak le reált, hogy meghalt. Igen. De mindig egy nappal közelebb vagy. Igen. Na, ez nem hazugság, ez így van. Nálunk az a baj, hogy elhozzám nem megyek. Jó. Hát mennyi, Jancsika? Ki vigyáz rá, Danuskon? Helye nem kövje. Na, arra, de Rea nem kell ügyeljen senki. Amikor rosszul lenne, Isten őrzsdít, amikor olyan erősen rosszul lenne, aztán mi lesz? Mind próbál meg, Jancsik. Nem keres munkát valahol, hogy ma legyen vége ennek a cégnek. Mert így telnek az évek. Nincs egy napot sincs, hát van, a mobilánál mennyit voltál. 7 év. Na, annyi van neked, de még sokat kéne dolgoznál te, hogy majd, ha eljön az idő, kapjunk. Igen. Vagy ha történik valami, és nem tudsz dolgozni, beteg nyugdíjba raknak. Milyen nyugdíjt fognak adni, ha nincsenek éveid lett? Fogalom nincs. Na hát akkor indulj meg, és keress valahol munkát. Hogy már fogják meg egyszer a szájukat. Kész. Na, és édesapám, engem meg ki akarja vinni a szilógushoz. Na, kezdel, de. És így mondta édesapám, nekem ottan nem úgy megjött a szilógushoznál, ott kell választani a kérdésekre így, úgy, nem, hogy nem úgy megy, hogy ott hagyod, és mit tudom én még egy. És akkor ő is ki kéne menni, mikor részek. Mert már megitta az eszét. Mindjárt józanom is olyan. Akkor miért nem menjen ő? Igen. Miért nem menjen ő? Hogy miket csinált velem, hogy úgy, hogy amikor én bírtam, és megmondta, hogy nyugodj le, vagy menj ki, így mondta, így mutatta, hogy menj ki, így, és vedd le, hanem előtt tömöked, oda nyújtottam, gyere, tölde, gyere, így mondtam, és nem mette. Úgy, hogy nem mette. Tehát aztán fiatal vagy, erőd van. Na, úgyhogy el kell indulni, Jancsika, valahol, valami privátnál vagy valahol. Igen, és... Ne várjod, hogy anyád menjen, s apád, mert egyik sem volt meg. Csak pofáznak, de nem mennek, hogy keressenek meg. És én a sapávottan elkezdett diszkuszkodni, ügyemet kitettek a házból, így, úgy. Hát mondtam édesapámnak, hogy meg kell próbálni, hogy rakják ki a házból. És már kezdte édesapám, hogy nem én foglak ki rakni a házból, mert kihívom a rendőrséget. És a rendőrség fog kitenni, kivezett a házból, meg fogom mondani, elszámom a Andrészát. Hát képes. Jancsika, képes. Képes. Az egyon kívül mindent várhatsz tőle. Az egyon kívül. Na, nincs arra. Édesapám azt hiszi, hogy ő a mindenható földön. Csak hogy ki anyja vajára hasonlít, Jancsika, én nem. Hát nagyapád se volt ilyen, hogy egész nap káromkodja a szentségéért. Anus mama se. Akkor kire hasonlít maga? Nem, édesanyámba. Hát nem hasonlíthat rá, mert neki csak felesége, érted? De ők egymástól átvették egymásnak a szokását. Igen. És ilyen rosszak lettek. Irigyek, rosszak. Kezd. Igen. Ez van. Én azt mondom neked, Jancsika, menj el, próbáld meg valahogy munkát keresni.
Hát, ha rossz voltam. Na. De ne úgy menjél, hogy elmész valahova, és megígérik, hogy telefonálnak neked. Nem. Addig menj, ameddig felvesznek. Ne adjanak neked telefont, érted? Mm. Emlékszel, de mikor mind vártad volt a telefont a mobilától, azt hiszed, adnak? Hát dehogy adtak. Ők csak azért mondták neked, hogy szabaduljanak meg tőle. Na, úgyhogy. Valahogy csak kéne keresni. Na, úgyhogy. És amíg jár a pofája apádnak, mert nem mondhatom a szája, mert akkor a pofája van, mint a csűrkapuja, amikor káromkodik, akkor mondd meg neki, hogy jó, elmenjek, de keressünk munkát neki. Igen. Érted? Igen. Elmenjek, de keress munkát neki. És akkor meglátod, hogy meg fogja mondani, hát elég nagy vagy, mint keressél. Mert fogja mondani. Na. Na, annak idején Jancsika anyám is felvihetett volna oda, ahol ő dolgozik. Na, azután is annyit vettek fel, hogy sokat oda. Te is tudtál volna ragasztani, vagy valamit, mert nem mindenki a gépen dolgozik. Mm-hmm. Igaz? És volna egy fizetés, és másképp volt. Mm-hmm. De nem itt. Na. Úgyhogy. Hallottam, hogy miket kaptak itt lent a... Hát én a tévében láttam, csak nem tudtam, hogy hol. Itten, azt mondják, hogy ahol van a trikotás, ott az út béke menni, itt a híd, ott kaptak valami. Hát sokat kaptak. Gradánákat, mindenfélét. De sokat? Nem, a reggel mondta, hogy milyen láttam a protémén a híradókat. Igen, mondta, hogy toplica zsudértő hárvétából, hogy csinálják a kanalizálást, és ott, ahogy ástak, hát azt mondta, a második világháborúba lehet. Na de valamikor Isten nyugtassa Jeros anyámat, ő magyarázta, amikor volt a háború. Igen. Hát volt közben magyar világ. És akkor aztán megint jött a román világ, de 4 évig magyar világ volt. És akkor a románok, azok készültek a magyarok ellen. Rengeteg puskát elástak, ilyen alagutakot csináltak, és odaértek a gránátokat, és mindenfélét. Na, és aztán lehet, hogy kihaltak azok, és az ott maradt. És akkor most, ahogy ásnak, megkapták. De hogy egy bunkerrel kaptak. Aztán lehet, Jancsika. Na lehet. Nehogy kapjanak alagútat is. Hát nem nagyon hiszem. Hát nem lehet tudni, na, de nem nagyon hiszem. Na, úgyhogy. Nem tudom, hogy több mint 100 embert kirakultattak onnan. Hát igen, hogy mert aktív volt, tudod, hogy nehogy valami történjes kezdem robbanni fel, ameddig semlegesítik, tudod? Igen. Na, úgyhogy... Ki tudja, hogy hányszor jártam rajta? Hát nem volt baj, mert mondjuk mélyen volt, tudod? Igen. Nem volt baj, de nem lehetett volna tudni, hogy mikor robban ki. Hogy ottan a hittelen felrobban-e magába. Hát így van. Na. Ki tudja, hogy miket kapnak többit alatt? Hát nem lehet tudni. Na csak valamikor valaki azt mondta, hogy kint a kelemembe, ha kimész, és ülsz a tő körül, hallod, hogy zúg maga a kelemen, a hegy beljűről, hogy zúg. És azt mondta valaki, hogyha tudnák a toplicai emberek, hogy hol laknak, egy sem maradna toplicán. Mert amikor ki fog törni a kelemen, akkor az egész várost elpusztítja. Mert forró láva fog kijönni belőle, és akkor mi lesz, hova menekülsz?
Hát nem tudom. Na, úgyhogy valami van. Ahogy menjünk fel Salamás körül. Ott van a Jézer, ott a Jézer. Igen, tudom. Azt mondta Jónikának az anya, hogy, hogy az a feneketlen tud. Hát nem éppen feneketlen tud, csak... Na, hát nem látszik, mert nem olyan tiszta a vize, tudod? Na, de úgy, ahogy mondom, négyszer Salamás felé, a Maros mellett, mert hát sok hely közel van a Maros a, az úthoz, na ott is van egy olyan hegyláncolat, hát inkább olyan dombok, nem annyira hegyek. Jancsika, mikor esik az eső, az húzzuk maga az a hegy, hogy nem tudod, hogy mi van. Igen. Ki tudja akkor ott is mi van. Nem lehet tudni. Beül, ott van, beül. Beül, ott dolgozik, ott dolgozik. Na, úgyhogy. Na, jól van, akkor még sokat nem beszél. Amikor itt nem volt Ilus néni, akkor rosszul volt a Annus mama. Mikor volt rosszul? Amikor itt volt Ilus néni, amit szólt, hogy édes... Na jó, de akkor arról volt szó, hogy kellett csak a vécére vitessen. Igen, és azután mondta, hogy rosszul van, amikor elmentek, és hogy visszajöttek, és akkor a cukra volt. És adott cukrot neki anya? Igen, adott. Azt fogja elvinni csak a cukor, mikor olyan erős leesik, nem veszik észre. Mert Isten nyugtassa nagy Vilének is, nem volt nagy, de volt cukor. Nos, ha otthon volt, nem volt probléma, nem, mert végig a cukrot, hogy komposztára tívott, vagy valami, de egyik hajnalba arra ébredtem meg, hogy úgy hörgött mellettem, mint aki tényleg hallott. Még Vilikék ott laktak fent az emeleten. Hamar felfutok, és mondom, gyere Vilikre, nézd meg apáddal, mi van, mert nézd meg, hogy hör. Ha jött is le, de arra már még volt esve az asztal alá felkent. Na, és akkor bevitte Vilika a vécére, ott összepisézte magát, már komás állapotban volt. Nos, akkor azt mondja, hogy Jutkával ötöztessük tisztába, és ő benne is kihívja a mentőt. Hát el is ment, és ki is jött a mentő, hát annyira le volt esve a cukra, hogy abban a helyben meghalhatott volt. Aztán tudod, mikor jön a mentő, akkor olyan nagy dobozzuk van nekik, mint egy bőrön, és az teli van minden műszerrel. Mindennel, és akkor megnézték a cukrát, és látták, hogy milyen kicsi, és akkor rögtön adták az injekciót, és akkor vitték is. De olyan tehetetlen volt, érted, a hordágyat, nem azt a merev ezért hozták, hanem olyan, mint a préd, vagy mit tudom én. És így a keze le volt ejtve, mintha meg lett volna hal. Na, és úgy helyrehozták. Na, és akkor kezeld el, mikor már, mielőtt meghalt volna, az előtt volt ez, mert ő péntek reggel meghalt. És hétfőn, vagy szombaton, nem tudom mikor, hát ott adták a fát, és ő is akart fát vágni. El is vette a fejcét, de annyi ereje nem volt, hogy egy lécét elvágja. Úgy ütötte, de nem csinált sem. Akkor leült, és azt mondja Vilike nekem, mondta az apjának, hogy ki kéne menjünk a kórházba. Nem menjünk. Azt nekem nem beszél vele, hogy menjünk ki. El is mentem, meg lemugáltam. Doktorné délutános volt a családorvosunk. És na, megnézd is, aztán menjünk túl a másik szobába. Elmentünk túl, és megcsinálták az átvilágítást. Hát ő hallottam, hogy beszél az asszisztensnőbe. Aztán nézzem meg, hát én hiába néztem, én nem tudom, mit kell nézni. És
Na jó, azt fel lehet ötözni, azt mondja, kész. Nagy vízt megállítottam, ott neki támaszkodott a falnak, és mondom, Bifiam, állj meg, most bémenjek, kérdezzem meg, hogy mennyit fizetek, mert ezt meg kell fizetni. Az apparát a doktor néjé volt. És bémentem, és azt kérdezte a doktorné, hogy gyalog vagyunk, és mondtam, nem, meg kocsival a fiammal. Na azt mondja, üljön oda bély, menjünk fel a kórházba. És mondom, mondja, hogy mennyibe kell. És azt mondja, abszolút, nincsen tudom nyávat, és azt mondja, dédunk nézó, szállunk, és tűnőszpitát. Képzeld el, azt mondta, hogy a vesének már csak a kérge működött. A cukortól. Igen. Na, tönkreteszi vesét, májat, abszolút mindenféle. Na, és akkor be is utalták a kórházba, közben az előtt, vagy két-három nappal, ő akart menni kis Vilmoshoz, mert a kapu le volt hozva, hogy cseréljék ki az árat rajta. És... Igen. Hol jutott? Itt van. Az a... Igen. Az, hogy... Hogy hívják a... Amit... És itt hol van? Ahol mutta, ne hol van? Hol van kihívani? Jé, hát most lőszerre négy méteres mélységben. Na. És akkor én nem vettem észre, úgy, ahogy ő otthon volt fel, a közelő eljött haza. És én mosogattam, az ablak nyitva volt, fent az emelet, és egyszer egy szomszédasszony helyebb lakik, és kiabás. Mondom neki, tessék. Azt mondja, Mercedes, immédiát dupa domno vilka, ma regisztrálni. Ő a kórháznál dolgozott, és lehet, hogy látta rajta. Na, csak a hamas tettem magam, amit tudtam, hogy jöjjek. És képzeld el, mikor ott, ahol a régi teljesek vannak, majdnem avar szembe, én ezen a jártán voltam, és anyád a másikon jött valakivel. És köszös, én is, és mondom, Irén, nem láttad Vili bácsit valahol? De hogy nem ment, olyan részeg, alig tud menni. Nagyon csak akkor jött el hazudról, nem volt abszolút semmi, de már le volt esve a cukra. És akkor na, elértem ott, ahol vannak a taxik, és mondom neki, gyere, vérfiam, üljünk be a taxiba, és menjük. Nem tudok menni. Nem tudott jönni. Neki volt így támaszkodott a kőkertnek, aztán a taxis jött, segített, és elvittük a taxit, és beítettük. Na, ilyen dolgok, érted? Tehát annyira leesik, hogy már nem tudom, és ilyen, nem tud gondolkodni. Nem tud gondolkodni. Ez nagyon csúcs betegség, mert nem látszik. Nem látszik. No, de... A szervezet itt felőröli, érted? Abszolút mindez megtámad. Pont olyan, mint a rák. Még azt mondják, hogy még veszélyesebb, csak nincs fájdalmat vele. Na, ennyi a különbség. Úgyhogy. De ez van. Na. Na, akkor az ember nem tudja. Jó, Isten nyugtassa, hogy ne mondjuk azt, hogy iszak. Na, igen. És megkapta attól. De nagyanyád mitől kapta neki? Hova mondni? Azt sem mondhatod, hogy minden a tépben tehet, igaz? Mert ha nem volt örökké tépben. Na, inni nem illott.
akkor mit kapja meg az ember? Ideg alak. A sok méregtől. Pont úgy megkapod, csak veszélyesek. Igen. Veszélyes. Az is baj, ha felmenyes, az is baj, ha lemenyes. Igen. Sehogy se jó. Na, úgyhogy ez van. Na, menjek haza. Mutatnak a tévébe az árvizet, és 70 ottan egy 70 éves halt meg. Láttam. Nézd meg, mikor egy olyan vízbe beleesel, hogy ne halljál meg. Az mindent víz, az kocsit víz, házat víz, mindent víz. Igen. Na. Még a tüzet le tudod oltani, ha bár minden tönkre tesz a víz, ott is, de a víz elejében hiába. Mikor az jön, az jön. Az mindent seper, mindent víz. Na, podrug de vítur. A baj az, annyi hidat elszakított minden. Azt mondták, addig nem volt baj, meddig azt nem tették be azt a nagy csövet. Igen. Mert az dobta aztán el a vizet. Igen. És akkor az mind kirágta a hídnek a zaját sincs. Igen, és azt is mutatnak, hogy itt Romániában, ahol megy a vasút, az is le fog ízni. Aztán tényleg, hogy minden tönkre megy, minden. Hát ki most minden félít a víz. Ki most, úgyhogy. Ha nem javítsák, akkor... Kész. És tudod, hogy van a javítás is. Ott ne fodozzák, de nincs megcsinálva. Nincs, ahogy kell. Na, és ha újból csinálnád, jobban járna, mert másik évben is nem romlanná el. De nincs, csak mind az utakot, tudod, a gödröket. Tömik be ott kavicsa, és mit tudom én, mives, aztán még nagyobb a gödrök. Igen. Na, ez van. A németben ottan egy egész autósztrádát javítanak, felszedik az aszfaltot, aztán nem tudom, hogy mit csinálnak, aztán újból az aszfaltot nem tudom, hogy mit csinálnak, az törött aszfalt volt, de biztos meg újra feldolgozzák, és újból lemzik. Hát de ott olyan utak vannak, Jancsika. A magyar átszavó tízedik, olyan tisztaság van az úton, hogy nem dobnak le még egy darabocska papírt se. Igen. És aztán megtörtént úgy, hogy mentek, és Stefanel meglátta egy darab papír le volt dobva, és elment oda, felvette és belédobta a szemetes ládába. Tehát már ő tudja, hogy azt nem szabad csinálni. Igen. Ennyire konstientek. De hát oda is mennek románok, cigányok, mindenféle, és persze, hogy mindent tönkretik. Igen. Na, úgyhogy. Nem tudom, néha, de úgy nincs rá, hogy már annyit politizáltak, hogy már... Én is meg szoktam nézni a Románia TV-n a híreket, tudod? Igen. Ott valahogy igazabbat mondnak. Na, de hát... Jaj! Van a Duna. Ezek óta nem tudják meg. Amit hoztam egy szívja kívül. Csak szívja, nincs semmi. Én is azt szoktam hozni a vakni. Na, pedig is semmi. És akkor ez a... Húha alkot, hogy a kérdőzőben akartam menni olyan sajtos, tudod, de nem volt. Akkor mondom, mint hogy édeset vegyek, akkor veszek egy ilyen, meg... Számítások szerint eddig
mióta itt voltam, megvetődik. Arról se ő se tudálandóan senkit, mihát rá. Már a nemzeti gátakatonáit is bevetődik, és mennyis a tűzoltás van. Ilyen pusztítást és tragédiát eddig csak bevetésen láttam a tengeren túlon. Hihetetlen látni, hogy ez az egész... Én nem csengettem, mert nekem pénzem nincs, nem is tudom a telefonját se, ki tudja, milyen telefonszámban kéne tudtálni, hozzá legyek. Még az írvékét sem tudom, és az egy hónapos erdőtűz időszak, akár 4-5 hónapra is kitolódhat. Na jól van, akkor menjek. 2 órától sodort magával egy édesapám, itt tényleg, hogy megmondom, elitt az egész, eszik. Igen. Jó sok homok van,
nem tudom, hogy, hogy onnan hát nem lesz a ház, nem tudom, hogy minden mi lesz ott. Látszik a nem tudom, jaj, a telenap előtt itt van Gyuszi megint. És amikor itt van Gyuszi, állandóan ebben a paradicsom cukor kínáljon meg. Na. Hát ha szeret. Biztos. Igen. Pálmacskolyát kizik olyan. Édesapám szoktam most mondani. Ugye. De Gizőről is miket mondod annak Tumának, hogy... Apá. Igen. Aki mondják, a rossz az a kutya, amelyik a vaskát megigaz. Igen. Mert rossz az az ember, amely hát a családban mindenhol történik veszekedés, probléma. De nem külföldön kell legyőző várnak, hanem megfogom a fotán, hogy hallgatom. Nem tudják az emberre, hanem csak kapják. Ennyit tanultak a demokráciát, a kapitalizmustól. Ahogy néz ki. Moldován vasszék. A felesége meghaltott, Klári. Mint ki volt írva, hogy Katalin Klári. Hát, hát még nem adták el itt, de még nem. Na, olyan hatalmas nem hát. Klári is, Isten nyugtassa, hirtelen összeset is meghalt. Igen. Igen. Hát a szív, Jancsika. Szív, mikor megáll, akkor egyszer igen, egyszer érzem a szívemen menni, nincs, így, és így csinál, így. Igen, mutatom, hogy jelenkezik, hogy van. Egyszer nekem is szokott csinálni. De figyeld csak meg, Jancsika, hogy nem olyankor, mikor felmérkedett a cirkusz, miért? Igen. Mert az ideg alapon van, az ideg alapon. És érzem, hogy mit, hogyha abba a hirtelenben 5-6 másodpercben, mit, hogyha így csinálni. Hát én apádnak nem fog. És se anyádnak fájni a szívesen. Ők kipődik maguk. Igen. Érted? És te, aki kell hallgass, nyeljed le azért. Na. Na. Pontosan ez van, ahogy... Ez van, ahogy én mondom. Na, szerintem, akkor mondom, hogyha itthon van jövedéte, akkor... Édesanyám 11-től már itthon van. Szabadbocságot, nem tudom, hogy egy hete, nem tudom azt tudni. Majd meglátod te még, amikor nem veszik észre, még adj észre. Jó. Jó. Na neked nem hiányzik a szükség. Én ott olyan jó csendben vagyok, és akkor minek jöjjek, hogy miért jöjjek. Na, szerintem. Na, csak valam.